Idén 11. alkalommal rendezték meg a Kadafalvi napokat. Pénteken és szombaton számos zenés, táncos és gasztroprogramokon lehetett részt venni a heliport melletti füves területen. A hagyományos eseményre kilátogatókat szombaton köszöntötte többek között dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő. Kadafalva, mint önök nyilván nagyon jól tudják, az egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze Kecskemétnek, és nem csak Kadafalvára igaz, hanem a környező településekre is, amelyek nyilván jelentenek óriási feladatot is a városvezetések, hiszen ezt a fejlődést valamilyen formában, infrastruktúrában és egyéb módon le kell követni. Azonban ezek olyan feladatok, amelyek kedvesek mindenkori vezetésnek, hiszen azt mutatják, hogy egy közösség fejlődik, él és élni akar, és nem csak ezek mutatják a fejlődést, hanem ezek a rendezvények is, ahol nagyon nagy számban jelennek meg a kadafalviak, illetve a környező településekről, település részekről is jönnek ide látogatók, ismerősök. Levicki Ciril, a terület önkormányzati képviselője mindkét nap végig kint volt az eseményen, és még sütni is beállt segíteni. Ezek a kezdeményezések azok, amik a közösség kialakulásához vezetnek. Nagyon szépen szeretném megköszönni a Tücsök utcaiaknak, akik a tegnapi gyerekfilmvetítés után a palacsintát készítették. Én egy fél órára álltam be közéjük, és egy igazi felüdülés volt, hogy velük együtt süthettem a palacsintákat. Hát szerintem vagy 1000 palacsinta elkészült, és a nap végére el is fogyott. Én nagyon örülök neki, hogy ezzel tudtunk a kadafalvi gyerekeknek kedveskedni. Szeretném megköszönni azoknak, akik a tábortűz készítésében vettek részt, azoknak, akik a mai délelőtti programok szervezésében vettek részt, azoknak, akik részt vettek a közös főzésben, mindazoknak, akik eljöttek a mai rendezvényre. Azt gondolom, hogy ahogy képviselő úr mondta, Kadafalva egy igazán fejlődő település. Nagyon sok mindent sikerült az elmúlt időszakban elérni. Nagyon sok olyan terv van előkészítve, amelyek a következő időszakot meg fogják határozni. Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte szombaton a résztvevőket. Jó érzés látni, hogy ilyen népes látogatottsága van a most már kétnapos kadafalvi napoknak. 11 éve, amikor elkezdtük ugyanezen a helyen, akkor egy nagyon kis sátortáborral kezdtük el a közösségi életet, és erre szükség van. Ha nincs közösségi élet, akkor felesleges bármilyen más jellegű tevékenység, hiszen azt hiszem, hogy a közösség az első, de ez ebben a tekintetben megvan. Az alelnök szintén köszönetet mondott a szervezőknek és a Kadafalvi Polgárőr Egyesület elnökeként a polgárőröknek is. A Kadafalvi napok péntek esti indulásáról, illetve a szombat délelőtti programokról, különösen is egy gyereket a magasba eseméről a híres.hu-n is olvashatnak.